A nyírségi diabéteses gyermekekért és fiatalokért egyesület egy igazán fontos feladatot vállalt magára. A cukorbetegséggel élő gyermekek és családjainak mindennapjait próbálja segíteni. Ma Magyarországon minden 1500 gyermek közül egy cukorbeteg. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Kántor Irén, a József András Oktatókórház gyermekosztályának diabetológusa, illetve Szabóné Balogh Zsuzsa, a Nyírdiabet Egyesület elnöke. Ez egy csókolom, üdvözlöm Önöket. Először, doktornő, Önt kérdezném, ha jól tudom, kétféle cukorbetegség létezik, de főként csak egyetlen egyféle, azaz, ami igazán érinti a gyermekeket. Igen, ez nagyon helyes megállapítás. Gyerekkorban a leggyakoribb az egyes típusú cukorbetegség. Ennek a lényege az inzulinhiány. Az inzulint a gyerekeknél pótolni kell, különben az élettel összeegyeztethetetlen az az állapot, amibe kerülnének. Egyszerűen, ha nem lenne inzulin, ezek a gyerekek meghalnának. De az még kevés, hogy ez csak úgy adjuk az inzulint a gyerekeknek. Az inzulint nem lehet bármikor és bárhogy adni, meghatározott időben kell adni, és össze kell egyeztetni a legfontosabb tényezőket, az inzulint, az étkezést és a mozgást. Ezekben nagyon nagy nehézségeik vannak a gyerekeknek. A kicsiknek azért, mert még nem nagyon tudják ezeket kiszámolni, hogy melyiket milyen mértékben kell összehangolni, a nagyoknál pedig az, hogy nem nagyon akarják a kamaszok, különösen, hogy az étkezést azt nekik kontrollálni kell. Úgyhogy mivel a gyerekeknek naponta többször kell étkezni, ugye, legalább ötször, ezért az étkezésüknek a nagy része az a közoktatási intézményekben történik. A kicsiknek az óvodában, a nagyoknak az iskolában. Igyekszünk őket minél hamarabb megtanítani, hogy önállóak legyenek ezekben a döntésekben, a vércukormérésben, az inzulinadásban, de aki már fogyókúrázott, az nagyon jól tudja, hogy az étkezés az egyik legnehezebb dolog, azt, amit a gyerekek megtanulják, nem csak hogy megtanulják, hanem hogy be is tartsák. Úgyhogy igyekszünk a mindennapi munkánk mellé olyan civil szervezeteknek a támogatását kérni, azon kívül, hogy a kórházban a dietetikus oktatja őket az elméleti részre, hogy ezt a gyakorlatban is megtanulják. Igyekszünk őket azért önállósára oktatni, mert a közintézményekben nagyon kevés lehetőséget kapunk, nem csak mi, hanem a gyerekek is arra, hogy ez az étkezés, ez egészséges legyen, és a diabéteszüknek megfelelő mennyiségű és összetételű legyen. Mindjárt folytatjuk itt, de azért én kíváncsi lennék arra, hát Ön a Nyírdiabet Egyesület elnöke, úgyhogy gondolom azért lett egy egyesületnek az elnöke, mert véletlenül érintett. Önnek is van gyereke, aki cukorbeteg. Igen, így van. Hogyan fedezték fel akkor? Hát ez 12 évvel ezelőtt történt, akkor volt a lányom 9 éves, klasszikus tünetekkel, hogy mint minden más család ezt észreveszi a gyermeknél, sokat pisilt, fogyott, és igazából ezek voltak az első tünetek, ami utána rögtön diagnosztizálva lett az egyes típusú diabétesz, és azonnal inzulint kapott a gyermek. Ő hogy reagálta ezt le? Érdekes, ő jól. És ezt hallom nagyon sok más szülőt is, hogy a gyerekek nagyon jól viselik, legalábbis az elején, de viszont a szülő, különösen az anya, ebbe beleroppan, beletörik, akár tehát tényleg ez egy lelkileg nagyon-nagyon megtöri az egész családot, az, hogy a gyermek innentől kezdve beteg, és innentől kezdve élete végéig inzulinra szorul. Tehát ez ami... egészen furcsa, hogy akkor a szülőket jobban megviseli. Az első benyomás az igen általában. Ahogy sok szülővel beszélgettem, és a gyerekkel többször ezt hallottam, hogy a gyerekek azok erősek és tűrték, de ez az első benyomás. Utána azért, ahogy jönnek számokra is a szabályok, és jönnek az, hogy mindig mindent be kell tartani, akkor jönnek a lázadó korszakok természetesen ott is. Ugye doktornő itt említette, hogy eléggé problémás a gyerekekkel betartatni ezt a dolgot. Önöknél ez hogy sikerült? Hát én igazából nem személyesen szeretnék beszélni a saját, nekem jól sikerült. Tehát, pozitív példa. Igen, tehát minden problémamentes volt, de mint ahogy a doktornő is említette, igazából nem a kórházban dől el a egy diabéteszes gyermek sorsa, hanem otthon, a családban és a családi körülmények között, és ezt próbáljuk mi az egyesület fölvállalni azt, hogy ne érezzék magukat egyedül. Ez az egész egyesület azért alakult meg, mert én nagyon egyedül éreztem magam, és nagyon bívottam ezzel a harccal,
és a doktornő ezt látta is, hogy én vívódom, és ezért is gondoltuk azt, hogy kell egy közösséget építenünk, ahol tudunk egymásnak segíteni, szülők egymásnak, és a gyerekek is egymásnak támaszt tudunk nyújtani. Tehát akkor gyakorlatilag úgy indult az egyesület, hogy egy elméleti támogatással, ugye? Gondolhat? Tehát egy szakmai támogatással. Természetesen. Uh-huh. Hányan vannak most már? Hát az, hogy most magának egyesületnek hány tagja van, az nem annyira mérvadó, inkább az, amennyi egész Szabolcsot körbefoglalt, tehát ilyen 180 gyerek érintett itt most Szabolcsban, akit valamilyen szinten megpróbálom megcélozni, tehát a kisebbeket, a farsangi és az adventi rendezvényünkön, vagy a főzőklubokon, a kamaszkorosztály pedig igazából a táborba, meg szintén a főzőklub, amikor megcélozzuk őket. Az iskolában mit tapasztalt a gyerek? Mennyire voltak erre rákészülve tényleg a tanárok, a diáktársak? Hát egyáltalán nincsenek fölkészülve rá, kétféle variációban vagy túlagódják, és túlzásba viszik a dolgokat, vagy pedig abszolút nem foglalkoznak ezzel a betegséggel. Akkor ezek szerint önök is ezt tapasztalják, hogy nem foglalkoznak a pedagógusok? Hú, nagyon, ez erős kijelentés? Nagyon sarkos ez a kijelentés. De tájékoztatni kell a pedagógusokat is erről, gondolom, erről a betegségről. Abszolút egyetértünk ebben. Ebben próbálunk olyan csatornákat megkeresni, hogy ez a munka közös legyen, mind a kettőnknek, a pedagógusnak is, és nekünk orvosoknak is, és természetesen a szülőnek is. Az elsőleges szempont az, hogy a gyerek éljen, nem csak hogy éljen, hanem jól éljen. Ezeknek a gyereknek kell, hogy legyen gyerekkoruk, ehhez nekünk hozzá kell segíteni. Úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy meg fogjuk találni azokat a csatornákat, azokat a közös találkozási pontokat, hogy oktassuk őket. Én hiszem azt, hogy az emberek csak attól félnek, amit nem ismernek. Úgyhogy abszolút megértem a pedagógusoknak azt a néha ellenálló hozzáállását, mivel hogy nem nagyon ismerik, hát miért is ismernék, van millió egy betegség, ez nem az ő munkájuk, hogy ezeket ismerjék, viszont én azt szeretném, hogyha mi lehetőséget adunk nekik, azzal, hogy megismerjék ezt a betegséget, és hogyha egy ilyen gyerek van a közösségükben, az osztályukban, vagy az óvodai közösségben, akkor mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy őket oktassuk. Volt rá példa, hogy volt rá, igényelte az óvodai, vagy a tanári közösség, hogy kimenjünk hozzájuk, és ennek nincsen semmi akadálya. Szeretném, hogyha több pedagógus élne ezzel a lehetőséggel, hogy direkt beoktassuk őket, mert neki is könnyebb lenne, mert nem félne, mert ez nem egy olyan rettenetes, amit a pedagógusnak hozzá kell tennie, de az a picike, amit ő hozzá tud tenni a gyermeknek az életéhez, mind a kettőjüknek az életét megkönnyebbíti, a pedagógusit is, meg a gyermekét is. A felvezetőben azért elhangzott, hogy 1500 gyermek közül egy cukorbeteg, de az önök tapasztalata mi? Gondolom azért minden egyes intézményben van ilyen gyerek, de mondjuk minden egyes osztályban nem, de minden évfolyamban talán. Tehát a gyakoriságra vagyok kíváncsi igazából. Abszolút gyakorlati példa, például van olyan, hogy kisfaluban egyedül van egy gyerek cukorbeteg. Változó a hozzáállás, hogy most a falu közösség olyan, hogy akkor védő, óvó közösség, és akkor nyitottak erre az együttműködésre, a szülőnek a hozzáállása, a szülés, a pedagógus együttműködése, az is nagyon fontos, hogy ez is optimális, ideális legyen. Van olyan iskola, például középiskola Nyíregyházán, ahol egy középiskolában 3 diabéteses gyerek is van. Nem tudok általános számokat mondani. Azt az egyszerű és nagyon szomorú statisztikát viszont szeretném, hogyha egy picit kihangsúlyoznánk, hogy az egyes típusú cukorbetegség az óvodások körében emelkedik nagyon nagy számban. Úgyhogy egy óvodás pedig még nem fogja megmondani, hogy szédülök, vagy fáj a fejem, vagy rosszul érzem magam, vagy alacsony a vércukrom, úgyhogy nagyon fontosnak tartanám azt, hogy együtt tudjunk működni az óvodai nevelőkkel és az iskolai pedagógusokkal. Hogy hát, akkor így rácsatlakoznék erre a mondatra, hogy hogyan? Tehát, hogy az intézmény keresse fel önöket, vagy fordítva legyen, vagy milyen munkát szeretnének végezni a tekintetben, hova tovább végeztek? Kiválaszol. Nézzünk egymásra susával. Egyelőre írásbeli tájékoztatónk van, amikor a gyermek diabéteses lesz, rengeteg tájékoztatót kap tőlünk, ami segíti az életét. Minden gyermek meg fogja tanulni a saját szervezetét, de kezdetben kellenek ilyen mankók. Van egy iskolai, óvodai gyermekellátásról egy állásfoglalás,
amiben pontosan leírjuk, hogy mi az, amire a pedagógusnak oda kell figyelni. Azon kívül oda van írva a levélnek a végére, hogy szívesen segítünk, nyitottak vagyunk arra, hogy kimenjünk és személyesen is oktassuk őket. Oda van írva a kontakttelefonszám. Nem tudok dicsekedni egy magas számmal, hogy erre igény lett volna, de úgy gondolom, hogy ez csak a kezdet. Biztos vagyok benne, hogy ez javulni fog, ez az együttműködés. Nincsen erre egy felkészült rendszer, hogy mi ezt oktassuk. Nekem még egy olyan álmom is van, hogy esetleg a Nyíregyházi Egyetem pedagógiai oktatásában is néhány kurzus vagy pontszerzés erejéig akár a diákok ezt megtanulhatnák, de hát merjünk nagyot álmodni, meglátjuk. Önöknek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy mennyire vevők arra, hogy oktassanak, részt vegyenek? Ez is dicsérhetjük is a nagyon sok pedagógus meg óvónőt, mert van, akik tényleg ott állnak mellett, a gyerekek mellett, és hogyha nem is rajtunk keresztül, de a szülő, az közvetetten rajtunk keresztül, tehát a szülő kér minket, és továbbadja a tanácsainkat az óvónőnek, és elfogadja, és csinálja. Tehát ezért vannak pozitív tapasztalatok, és de vannak sajnos negatívak is. Hát ha már arról beszélünk, hogy gyerekekről, ugye ez akkor még egyelőre gyerekcipőben jár, de hát végül is nincs ezzel semmi probléma. Ez a beszélgetés is azért van, hogy hát ha majd a későbbiekben tud további impulzusokat adni. Még azért beszéljen egy kicsikét az egyesületről, mert hogy itt azért ugye főzőklubokat is működtetnek. Éppen így azért, van, hogy így van, így a van. Gyerekeket is bevonják? Természetesen kétféle réteget célozunk meg, a kamasz réteget, mert a kamaszoknak nagyon fontos az, hogy egy közösség épüljön ki közöttük, hiszen ők a lázadó korszakban vannak, és igazából nagyon fókuszálunk a kamaszokra. Nekik van a tábor is, amit nyáron szervezünk, és van főzőklub is, ahol természetesen amellett, hogy közösséget építünk, és hogy próbálunk nagyon jó hangulatot teremteni, emellett azért tanítjuk is őket arra, hogy tudják megállapítani azt, hogy hogyan kell szénhidrátot számolni, hogyan, milyen ételeket fogyasszanak inkább, melyiket részesítsék előnyben. Úgyhogy nagyon fontosak ezek, hiszen egy diabéteszes gyermeknek a szénhidrátot tudnia kell, hogy mennyit fogyaszt el, és ezen belül még jó lenne azt is, hogy milyen alapanyagot használ föl. Köszönjük szépen, hogy itt voltak nálunk, munkájukhoz pedig jó egészséget kívánok. Köszönjük. Köszönjük szépen.